Bakos László és dr. Gulyás János Zsolt önkormányzati képviselő, valamint dr. Áldozó Tamás polgármester bontotta ki ma délelőtt a Vajdabölcsi új játékait. Az apróságok azonnal felültek a kis motorokra, és megrakták falevéllel a talicskákat. A vajdai főzőverseny során 4,5 millió forint rekordösszegű adomány gyűlt össze, és az ebből vásárolt játékok átadásán vagyunk itt. Ez a nagy élmény a gyerekeknek, ahogy megkapták az új motorokat, taliskákat, hát egyből ki is próbálták, és látszik, hogy nagyon tetszik, nekik nagyon élvezik, szerencsére jó idő is van, és ki tudják próbálni. Öröm azt tudni, hogy ennyi segítőkész ember van a városban, akik támogatták a jótékonysági kezdeményezést, fogalmazta meg Bakos László önkormányzati képviselő is. Ez nagyon jó érzés volt, amikor át tudtuk adni ezt a rengeteg játékot a gyerekeknek, és hát azoknak is nagyon jó érzés, akik ezt adományozták, és elsősorban a főzőcsapatoknak szeretném újra megköszönni azt, hogy olyan lelkesen részt vettek, és olyan finom ételeket főztek, hogy ilyen rengeteg adomány összejött. Ezen kívül meg az összes adományozónak is még egyszer szeretném megköszönni, hogy ilyen nagy összegben tudtunk ilyen játékokat vásárolni a gyerekeknek. A szeptember 30-án tartott városrészi főzőversenyen 10 csapat ragadott fakanalat és 250 ezer forintot meghaladó összegű adomány gyűlt össze. És ebből az összegből vásároltunk a gyermekek részére 15 kis motort, illetve 8 darab talicskát, ami reméljük, hogy strapabíróbb lesz, mint az eddigi játékeszközök. Bár az intézmény hatalmas játékparkkal rendelkezik, új játékokra mindig szükség van, fogalmazott Horváth Katalin bölcsőde vezető. A vajdai bölcsőde játékeszközparkja az óriási. Miért van szükség arra, hogy évről évre újabb és újabb játékokat vásároljanak? A 22-es évtől bővült a létszám a bölcsődébe, az önkormányzatnak köszönhetően egy EU-s pályázattal, így a 84 főről 98-ra bővültünk. Hát ehhez azért kellenek eszközök, játékeszközök is, ezért is szükség volt rá, illetve azért a gyerekek használják ezeket az eszközöket, és így használatból kifolyólag természetesen azért van egy kis amortizáció is. Az intézmény vezetője emlékeztetett, az elmúlt években többször is a vajdai bölcsőde volt a városrészi nap kedvezményezettje, és a kapott összeget mindig játékokra fordították. Horváth Katalin ezúttal is hálás köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a kicsik önfelett játékához.